Nagyon szépen köszönöm először is, ha még szabad azt mondanom, hogy kolléga úr, Hát, hogy a fenébe? hogy eljöttél, hiszen nagyon jól tudom, hogy amióta megjelent a könyved, a Nobel-díjas kém, azóta nem csak azért vagy elfoglalt, mert nagyon sokan hívnak ez ügyben, és keresnek, és telefonon, és gratulálnak, nyugodtan mondhatom, hanem hát van könyvbemutató is lesz is, úgyhogy jársz, kelsz mindenfelé, és hát azt hiszem, hogy ez a néhány éves munka, ami benne van ebben a könyvben, meg is érdemli ezt a fajta felvezetést. Na most én nagyon furcsán kezdeném egy idézettel, és kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Ez úgy hangzik, hogy jól beletrafált ez az ügyes firkász. Ezt az idézetet, ezt Libik Andrénak köszönhetem, aki Szentgyörgyi Albertnek a vejének az öccse. Ő az egyetlen ma Magyarországon élő szereplője ennek a könyvnek, ami azért érdekes, mert a könyvben szereplő minden személy élt, minden esemény megtörtént, minden szó, ami benne van, vagy ebben a formában hitelesen, vagy általam megírt dokumentumanyagokból létezik, és ma már csak Libik André, aki valamikor filmrendező és filmproducer volt, az októberi vasárnapnak volt a producere a Viaduktnak és a Magyar Televízió sorozatainak, és ő írta ezt, és igen meglepett vele, nem csak azért, mert neki nagy része volt abban, hogy a bátyja önéletrajzát megkaptam tőle, ami egy példányban létezik Magyarországon, Libik György, és ő is itt hagyta 56-ban Magyarországot, és a egyik mellék főszereplője ennek a regénynek, egyébként a Magyar Ellenállási Mozgalom egyik nagy hőse volt. Itt Magyarországon alig tudnak róla valamit, ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor fölfedezhet egy valóságos új vakmerő hőst, aki Péter Gábortól kezdve Donát Lászlóig és Major Tamásig mentette meg az emberek életét, és kétszer megmentette Szentgyörgyi Albert életét. És az öccse meg odaadta nekem ezt a önéletrajzot, és utána megkértem, hogy még kézirat formájában olvassa el. Ő ezt az ajánlást írta hozzá, amiben ő engem újságíró helyett firkásznak nevez, de ő az egyetlen, aki találkozott életében Szentgyörgyi Alberttel, pontosabban ő gyerekként, én meg az utolsó pillanatban, 90. születésnapján. Amikor egy dokumentumfilmet csináltunk Dénes Gáborral és Péterfi Andrással, és ő azt írta, és ez egész biztos, hogy így van, hogyha a Szentgyörgyi megtudja ezt, és sikerül vele találkozni úgy, hogy ő ismeri ezt az anyagot, ő is firkásznak nevezett volna. Na most hadd kapaszkodjam a szavaidba, mert azt mondtad az előbb ugye, hogy ilyen-olyan, amolyan alapokon írtad meg ezt a könyvet, és különösképpen azért mondom, mert ugye ezt megmondták már, akik látták, és akik ismerik, vagy bemutatom voltak, hogy most ez regény is, életrajz is, krimi elemekkel vegyítve, és ugyanakkor dokumentum. És a dokumentumra akarok én kilukadni, mert ugyebár, hogyha valaki csinál egy dokumentumfilmet, vagy ír egy dokumentumregényt, vagy dokumentumkönyvet, akkor azt hiszik, tisztelet a kivételnek, hogy a szószoros értelemben dokumentum. Itt viszont, ahogy mondtad, van olyan, hogy az általad kutatott és olvasott dokumentumok alapján, hát mondjam azt, hogy fiktív dialógokat is írtál bele. Így van, pontos. Akkor ez most hova tartozik? Nem, ez dokumentumregény, ez egy sajátos műfaj, ami Amerikában nagyon is ismert, Norman Mailertől Jack Andersonon keresztül, és én annak idején 1980-ban egy Fulbright ösztöndíjjal a Stanford University-n Kaliforniába tanultam, igen, és ott fölvettem egy ilyen kurzust, hogy oknyomozó újságírás. És ott megtanítottak egy olyan módszerre, aminek ez a legjobb példája, hogy a valóság elemeit rögzítem, bemutatom, és ahol pedig nincs olyan elem, ahol hitelesen a dokumentumot be lehet mutatni, Klessheimben Horthy és Hitler kétszer is találkozott, és nagyon csúnyán összevesztek azon, hogy Szentgyörgyi Albert hogy mer beleavatkozni a politikába. És bizony én elmentem Klessheimbe, ott találtam egy urat, aki leírta nekem, hogy milyen volt a mostani kaszinó és szálloda abban az időben. Ez Salzburgnak a széle van. Salzburgnak a külvárosa, ami abban az időben egy külön vasútállomás épült a kastély közelébe. Akkor Hitler építetett egy repülőteret is, ma már ez nincs meg. És az érdekesség az, hogy a kastély kertje ma is abban az állapotban van, a sasok a bejáratnál ott vannak, a híres német sasok, és
Így azután még abban is segített nekem ez az úr, miután elmondtam, hogy én mire készülök, hogy azt mondta, hogy Vizengérő, nagyon vigyázzon, mert amit itt lát, abból tulajdonképpen csak egyetlen egy olyan apróság van, ami Hitler idejében a kerten kívül létezett. De jöjjön, megmutatom. Bevezetett abba a szobába, ahol a tárgyalások folytak, szóval nézze meg a tapétát, ez pont olyan, mert Hitler ilyennek rendelte, és mi rekonstruáltuk. Magyarán mondva, a valóságot úgy lehetett bemutatni, hogy összhangba kerülhetett a fiktív dolgokkal, hiszen tudtuk azt, hogy Hitler Hortival ott tárgyalt, igen, de nem maradt semmi nyom, mert a második találkozásnál még a tolmácsot is Horti kizavarta szó szerint. De megmaradtak különböző leírások, és én vettem magamnak azt a különös bátorságot, hiszen egy nagyon tehetséges német szociológus megírta a fasizmus nyelvezetét, tehát nyelvileg is megtaláltam, hogy hogy beszélgettek akkor egymás között. És ezt is rekonstruáltam. Tehát ez egy dokumentum. Dokumentum, és ettől lesz hiteles, mert televíziós nyelven szólva elmentél terepszemlére. Így, ahogy szóval mondod, sőt, ez egy mélyebb dolog volt, hát, mert három évig dolgoztam rajta, levéltárakat néztem, önéletrajzokat és memoárokat olvastam, újságcikkeket, mondok egy másik példát. Már félig kész volt a regény, mikor fölhívott egy barátom, és azt mondta, hogy Pista, te tudsz róla, hogy a Dél-Magyarország összes számát teljes terjedelembe 1920-tól 1970-ig fölrakták az internetre tegnap este. És akkor én már írtam ezt a dolgot. Akkor nekiültél, gondolom. Fogtam, és gondold ezt el, hogy 50 év Dél-Magyarországát egy bizonyos technikával, ugye nem kellett az egészet végigolvasni, be kellett írni a Szent Györgyi nevét, be kellett írni az egyetem nevét, kijött 92 darab cikk, de ahol kijött a 92 darab cikk, ott az egész újságot végigolvastam. Igen. És olyan csodákat találtam meg például, amit senki nem tudott, hogy a Szent Györgyi lányát egy súlyos autóbaleset érte, tehát a regénybe bele tudtam tenni egy olyan epizódot, ami egy valóban regényes epizód, miközben megtörtént. Majd mindjárt azt is megbeszéljük, hogy miért is Nobel-díjas kém a címe, de azért egy pillanatra ugorjunk vissza, már említetted itt Amerikát és ezt a bizonyos tényfeltáró vagy oknyomozó újságírás tanulmányokat, nyugodtan mondhatom. És azért mondom, ugorjunk vissza, mert 90. születésnapján akkor forgattatok dokumentumfilmet. Így van, ez 1983-ban volt. Na most akkor, hát egyrészt nem hiszem, hogy olyan könnyű volt kimenni, meg pénzt szerezni, mert ugye már akkor is arról szólt egy kicsit a televízió. És mennyi ideig forgattatok, és hogyan fogadott hát ez nagyon bennünket? Vicces. Először is ezt Dénes Gábornak kéne elmesélni, aki a film rendezője volt, és aki a szószoros értelmében bámulatos producer-i tevékenységről. Először is idehaza meg kellett győzni az akkori dokumentumfilmgyár vezetőit, hogy ezt érdemes megcsinálni. Másodszor is azoknak elő kellett teremteni a pénzt, ami megmondom pontosan $5000 volt, de ebből az $5000 kikötötték, hogy nem egy, hanem két dokumentumfilmet kell csinálnunk. Bravo. A másik, az Neumann János, a számítógép egyik nagy atya volt. Igen. Ezen kívül nagyon leleményesnek kellett lenni, és mivel én 80-ban kint éltem Amerikában, és ami street smartot, ezt így mondja az amerikai, az utcai bölcsességet, az utcai refinériát meg lehetett találni. Én találtam egy olyan légitársaságot, ez a Delta volt. Igen, már nincs itt Budapesten. Nem csak Pesten, megszűnt Amerikában is. Van. Akik a következő ajánlatot tették. Ha veszek egy repülőjegyet, azért 12-szer leszállhatok és felszállhatok, de minden alkalommal érinteni kell Dallast. Igen. És ezzel a repülőgéppel gyakorlatilag darabja az négyünk esetében $1200 volt, egész Amerikát beteríthettük, akkor elkezdődött a levelezés a potenciális riport alanyokkal, akkor a potenciális riport alanyok megmondták, hogy ők hol érhetők el, akkor mi ott abba közelbe kerestünk egy repülőteret, amely közelébe volt szálloda, oda meghívtuk, és ott megcsináltuk az interjút hát vele. Na most hadd mondjam el, hogy volt ott egy egyetemi stáb. De várjál, ez $5000 az nem egy amerikai gázsi. Na hát várjál. Volt ott egy másik amerikai egyetemi stáb, 5 darab emberrel, mi voltunk összesen 3-an, sofőr, hangmérnök, operatőr, rendező, riporter, hordár, amit csak el tudsz képzelni. És az első napi forgatás után, amikor egy szobrot avattak föl Szent György Albertről, ott, ahol ő Utzolban a laboratóriumában dolgozott, és ezt az amerikaiak is fölvették.
És nekik annyira tetszett a munkamódszer, ahogy mi dolgozunk, hogy meghívtak minket vacsorára, és utána közölték, hogy mostantól kezdve ők úgy szeretnének forgatni, hogy ahol mi ott vagyunk, ők is forgatnak, és azt forgatják, amit mi forgatunk. Nem egészen így volt, mert se a laboratóriumba, se a Szentgyörgyi lakásába ők nem jöhettek be. Mi meg voltunk oda hívva. De a vacsora végén azt mondja nekem az ottani producer, hogy figyelj ide, őszintén kérdezem tőled, mennyiből csináljátok ti ezt a filmet? Erre gondoltam. Na, erre mondtam neki, hogy kérlek szépen, $5,000 kaptunk két filmre, zárójelben a karbantartási valutája a gyárnak volt ez az 5000 forint, mert hogy alkatrészeket csak valutáért tudtak bevenni. Azt mondja, ne hülyéskedj. $5,000? Igen, mondom, de megmondott ilyetek mennyi? Igen. Szóval megmondom, $180,000. Bravo, ahhoz képest, hogy emlékeim szerint ez egy nagy órás dokumentumfilm volt. Egy órás dokumentumfilm volt Szentgyörgyről, és egy órás pénzért ők 5 órás csináltak? Ennyi pénzért ők 5 órás csináltak? Nem, ők ennyi pénzért csináltak egy órás oktatófilmet Szentgyörgy életére. Na szóval, akkor a könyvről is azért, miután nyilvánvalóan a nézők is nagyon kíváncsiak rá, hogy a Nobel-díjas kém. Szóval Szentgyörgyi Albertről nagyon sok mindent lehetett hallani, tudni, olvasni, még azt is, hogy időskorában is sízett, szóval nagyon sok mindent. De 70 az, évesen tanult meg, így van. Skateboardozni. Igen, de azért ne az alpesi sízésre gondoljanak, hanem azért... Az fiatalabb korában. Igen, szóval sok mindent lehet tudni, de hát ebben a könyvben azért olyan dokumentumok szerepelnek, amik megdöbbentőek, és tényleg ezt hála az utókornak mondom, hogy hála, hogy megtaláltad, mert egyébként nem tudom, hogy került volna, vagy hogy derült volna erre fény. Úgyhogy ez a bizonyos kém, most csak az jut eszembe, hogy ő aztán itthon tárgyalt mindenkivel, Rákositól kezdve mindenkivel, arra jutott eszembe, hogy mondtad Hortit és Hitlert, szóval... Egyikkel se találkozott, Sztálinnal találkozott, de miért, Hortival és Hitlerrel, miért, de Hortival találkozott. Miért persze. Kém? Miért kém? Nézd, mert a cím baromi jó. Igen, hát először is ez egy olyan, én úgy gondolkodom erről, hogyha Jókai Mór, hogy vegyek egy példát, az van odaírva, hogy Rabrábi, az nem is olyan biztos, hogy kinyitják a könyvet. Igen. Ha az van odaírva, hogy a Nobel-díjas kém, és úgy néz ki, hogy egyik barátom igen, viccesen igen, azt mondta, hogy ez jól el van szúrva, mert ugye ott van, hogy Wisinger István, a Nobel-díjas kém. Erre azt válaszolta, az rendben van, hogy te Nobel-díjat kaptál, de a fotó nem hasonlít rád. Érted? Ez az. Tehát egy Blick Flangos címet kellett kitalálni, ami a kiadónak rettetesen tetszett. És én úgy gondolom, hogy aki ezt így kezibe veszi, az rögtön bele is lapoz. A történelmi tény pedig az, hogy ő állandóan járta a világot, meghívták egy isztambuli konferenciára, igen. Akkor ő úgy gondolta, hogy a magyarországi helyzet olyan, hogy ő neki kötelessége lehetőség szerint valami politikai feladatot ellátni, fölment a várba a miniszterelnökhöz Kálaihoz, és megkérte, hogy bízza őt meg azzal, hogy ő elkezdjen tárgyalásokat Isztambulba. Isztambul akkor Európa kém fővárosa volt, az utcán a sétált valaki 10 emberből 6 kém volt, vagy a háborúval foglalkozott. Igen. És a Kálai azt mondta, hogy erről szó se lehet, ő nem ad neki semmi megbízást, majd mikor készült kimenni a szobából, utána szólt, hogy de egy dologról lehet szó, hogy kéri, hogy egy szóbeli üzenetet az ankarai amerikai nagykövetnek adjon át. Akkor ő elment Isztambulba. Ez volt életében az egyetlen olyan alkalom, amikor nem vett részt azon a konferencián, amire meghívták, hanem helyette valóban fölvette a brit és az amerikai titkosszolgálattal a kapcsolatot, és 2 óra múlva Berlinben Hitler már örjöngött, hogy mit keres Isztambulba és miért avatkozik bele a Nobel-díjas tudós. Igen. Tehát annyira speciális volt a helyzet, hogy sajnos a németek mindent tudtak, de az az érdekesség, hogy ez nincs bizonyítva, ő úgy jött haza, hogy ő meg volt róla győződve, hogy egy, a szolgálatot teljesítette, ami egyébként igaz, eljuttatt az amerikai nagykövethez az üzenetet, tényleg szóban. Igen. 2, találkozott a brittekkel, akikről ő azt mondta, hogy ezek nem lehetnek kémek, mert olyan jó volt a kiejtésük, hogy egy német kém nem tud így angolul. Mi nem igaz. Hazajött, és ő úgy halt meg, hogy ő ezt a feladatot teljesítette. Igen. 83-ban, mikor mi beszélgettünk, ez nem került bele a filmbe, én rákérdeztem. És ő azt mondta, hogy hiába mondják azt, hogy őt itt elárulták, és csapdába esett meg minden, ő tudja, hogy ő a feladatát jól elvégezte.
Jó, hát és akkor... így neveztem én őt el Kémnek, egyébként hát... ő maga a barátjának, Baj Zoltánnak azt mondta, akit ugye a technikai dolgokban, az csillagászattal is foglalkozott, meg rádióhullámokkal. Például ugye, a földhold távolság. A földhold távolságot ő csinálta meg kicsit később, de arra számított, hogy kap egy rádióadót kint Isztambulba az angoloktól, és akkor a Baj Zoltán segítségével használja ezt a rádióadót. És ő mondta a Baj Zoltánnak, mikor megkérdezte tőle a Baj Zoltán, hogy hogy a csodába keveredtél te be ebbe a politikába. Ez majdnem ugyanaz volt, amit Hitler kérdezte. Igen. És akkor azt mondta, hogy úgy érezte, hogy neki kötelezettsége van, és hogy majd megkéri a Baj Zoltánt, hogy segítsen neki. Azt mondja, hát ez tulajdonképpen egy kém feladat, de én nem vagyok kém, mondta. Erre én vettem a bátorságot, és címbe belevettem. Na, akkor, eredetileg idézőjelben volt a kém, ja, igen. De a kiadó nagyon bölcsen azt mondta, igazuk volt, hogy a címlapon nem lehet idézőjel. Igazuk van. Na most így a végén még egyetlen egy dolog, mert ez a hatodik könyved, és valamikor vagy 5-6 évvel ezelőtt megírtad a Fel nem robbant csecsemőt. Így van. És emlékeim szerint, meg utána is néztem, hogy abban már volt egy fejezet a 83-as forgatásról. Így van. Akkor lehet, hogy már akkor, nem tudom hány évvel ezelőtt forgattad a fejedben, hogy nem, ez a könyv, nem? Nem. Akkor elkezdtem kutatni egy kicsit részletesebben, mert te kérdezted, hogy mennyi ideig forgattunk, és nagyon érdekes a dolog, hogy ezt a filmet, ezt 4 forgatási nap alatt készítettük el. 3-ból 1 a laboratóriumban volt, 1 a lakásán volt, és 1 pedig a Harvardi klubban, ahol ünnepelték őt a 90. születésnapjának. Igen. És akkor én tovább kutattam egy kicsit, hogy földúsítsam ezt a fejezetet, ami beszámolt a film elkészítéséről, és akkor bármilyen furcsa is én így nevezem, hogy volt egy látomásom. És ez a látomás az volt, hogy 1941-ben ül az irodájában, és valami furcsa zajt hall kinn a Domtéren, Szegeden, gyülekeztek a katonák, hogy letegyék az esküt, és kimenjenek a frontra, mert hogy kitört a második világháború. És ez az a kép adta nekem, hogy akkor tulajdonképpen lévén, hogy aztán megismertem az ő első világháborús élményeit, a családi körülményeit, hogyan kerül Szegedre, mi történik vele Szegeden, hogyan menekül el Szegedről, hogyan mentik meg Budapesten. Tehát egyszer csak észrevettem azt, hogy van itt egy ismeretlen szentgyörgyi élet. Igen. És ezt akartam én egy regény formájában megírni. Hát én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és én hát tudom, azt szokták mondani, hogy jóbornak is kell cégér, hát de persze. Mondjuk azt, hogy nem annyira, mert bizonyára mindenki, aki kezébe veszi, hát ha ráér egy kicsit, akkor együltő helyében kell, hogy elolvassa, hanem akkor meg érdemes lapozgatni, és vissza is lapozgatni a történéseket. Mondhatom neked, hogy volt már olyan olvasója, aki fölhívott, és azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy kémregény, és olyan izgalmas volt, hogy együltön beolvastam végig. Köszönöm még egyszer. Én köszönöm a lehetőséget.